Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ez a Kecskeméti Televízió hírműsora a Híros Hírek 19 órakor. Már is mutatjuk témáinkat. Az öt busz mintáprogramról és a város érintő fontos közlekedési témákról nyilatkozott dr. Homoki Tamás alpolgármester. Többet is gyakrabban járőröznek a Kecskeméti Városrendészet munkatársai a rendőrfaluban és a Szelei faluban. Új generációs páncélöknöt és reaktív páncélzatot is gyártanak hamarosan Kiskunfér egyházán. A Zöld Busz mintaprogramról és a novemberi közgyűlésen napirendre kerülő közlekedési témákról beszélt dr. Homoki Tamás alpolgármester a Kecskeméti Televízió stúdiójában. A város lakossága hamarosan megismerheti azt a napra kész a megváltozott ipari, gazdasági környezetre és az új lakói szolgáltató övezetekre is figyelemmel lévő menetrendet, amelyet a város ígéretéhez híven kidolgozott. Bár nem vagyunk lépéskényszerben, előre kell tekinteni, mutatott rá dr. Humoki Tamás, miért fontos Kecskemétnek, hogy bekerült azon nyolc város közé, ahol az utazóközönség a zöld busz mintaprogram részeként tisztán elektromos buszt tesztelhet. Az alpolgármester elmondta, körülbelül fél éven belül egy hónapon át épül majd be a helyi közösségi közlekedésbe a zöld jármű, így lesz lehetőség felmérni annak előnyeit, hátrányait. A mi buszaink jelen pillanatban egyébként a 45 busz, az új busz, amit a ITK a kecskeméti közlekedésben üzemeltet, ez Euró 6-os dízelbuszok. Tulajdonképpen azt mondhatom, hogy az elektromos buszokat követően a második helyen levő legmodernebb és legkörnyezetkímélőbb szegmensnek felelnek meg. A távolabbi jövőt viszont egyértelműen az elektromos buszok jelentik. A kormány határozott célja ugyanis, hogy 2022-23-tól már csak ilyeneket helyezzenek forgalomba. Dr. Homoki Tamás arról is beszélt a KTV stúdiójában, hogyha eljön az ideje annak, hogy kecskemét busz közlekedése teljes mértékben elektromossá váljon. Sok megelőző munkára lesz szükség a buszok nagy töltésigénye miatt egy olyan kapacitás kiépítése szükséges, ami vagy olyan módon képzelhető el, hogy a busztelephelyen egy óriási töltő kapacitás áll rendelkezésre, és éjszaka ezek a buszok töltésre kerülnek, majd nappal kibírják az egész napi közlekedési szükségletüket egy töltéssel, vagy még több buszt kell vásárolni, hogyha napközbeni töltésre is szükség van, illetve esetleg más helyeken, decentrumokba és ki kell alakítani töltőpontokat. Az alpolgármester arról is beszélt, hogy milyen közlekedési témák lesznek napirenden a novemberi közgyűlésen. Tárgyalnak például a város által kidolgozott új vonalhálózati tervről, amely napra kész lesz figyelemmel a kecskemét életében bekövetkezett ipari-gazdasági változásokra, az újonnan kifejlődött lakóövezetekre és szolgáltatóövezetekre. Emellett a belváros helyközi buszoktól való tehermentesítésének lehetőségei is szóba kerülnek a közgyűlésen. A teljes beszélgetést kiemelő magazinunkban láthatják. Többet és gyakrabban járőröznek a kecskeméti városrendészet munkatársai a rendőrfaluban és a szelei faluban, mivel egyre több a bűncselekmény. A fokozott jelenlétet a lakosság igényelte a körzet képviselőjének, Sipos Lászlónak a segítségével. Dr. Német Zsolt, a kecskeméti városrendészet intézményvezetője szerint az eredményesség kulcsa a városrendészet és a rendőrség közötti együttműködés. Az elmúlt hetekben több betörésről és más vagyon ellen elkövetett bűncselekményről lehetett hallani, ezért a rendőrfalu és szelei falu városrész lakói segítségért fordultak a terület képviselőjéhez, aki felkereste a Kecskeméti városrendészetet. Legutoljára Sipos László képviselő úr jeleztem, hogy a Szelei falusi részen, illetőleg a rendőrfalusi részen elszaporodtak a vagyon elleni bűncselekmények, illetőleg szabálysértések. A Kecsméti Rendőrkapitányság megerősítette ezt a tényt, és ennek hatására ezen a területen mi fokozott járőrszolgáltatót folytatunk, illetőleg hát végzünk nap mint nap. Dr. Németh Zsolt, a Kecskeméti Városrendészet intézményvezetője elmondta, szerencsés helyzetben vannak, mert nagyon jó a technikai felszereltségük, számos gépjárművük van, és nagy létszámmal látják el a rendészeti jellegű tevékenységeket a városban. Ezáltal rövid idő alatt tudnak a helyszínre érni. Az eredményességnek a, a kulcsa, az együttműködés. Együttműködés a városrendészettel, a városrendészet és a rendőrség között, és nagyon fontos, hogy a lakosság irányával érkező impulzusokat mi megfelelő módon tudjuk lereagálni. A járőrök minden rendészeti feladatot érintő bejelentéshez kimennek. Amennyiben nem hozzájuk tartozik az adott ügy, azt továbbítják a megfelelő szervezet felé. Ha a lakosok valamilyen bűncselekményt vagy szabálysértést észlelnek, azt a városrendészet elérhetőségein is bejelenthetik. Egy rakomány rögzítő hevederrel rögzítettek egy villanykarót egy másikhoz, hogy ki ne dőljön. A furcsa műszaki megoldás kecskemét kisfájé városrészben található, és egy közelben lakó szerint úgy néz ki, mintha egy teherautóról csavarodott volna az oszlopra a heveder. Ez a látvány fogadja nap mint nap a kisfájban lakókat. A kecskemét lakitelek közötti vasútvonal és az autóút kereszteződése mellett látható, hogy egy régebbi oszlopot egy újhoz erősítettek egy rakomány rögzítő heveder segítségével. A fura látványjal kapcsolatban az egyik szomszédban lakó elmondta: Másfél hete jártak ott valamelyik szolgáltató alvállalkozói. A lakos szerint némi habozás után a munkások felállították az új oszlopot a régi mellé, aztán előálltak a spaniferes megoldással, és most úgy néz ki, mintha egy teherautóról csavarodott volna az oszlopra a kötél, fejezte be a történetet a szemtanú. Majd hozzátette, hogy nem csak a vasúti oszlopok, hanem az áramhálózati felépítmények is rossz állapotban vannak a környéken. Ott jártunkkor azt tapasztaltuk, hogy a hiányzó támasztó oszlop ott hagyott alsó része elszenesedett és hiányos volt. Vélhetően emiatt kellett megoldást találni a támasztásra. Mivel a megdőlt oszlop a sinekhez közel található, kérdéseinkkel megkerestük a MÁV ZRT-t, de adásunkig nem érkezett válasz pargyártással és termékfejlesztéssel foglalkozó hazai vegyes vállalat alapításáról írt alá szándéknyilatkozatot Mihály Humbek, a Dynamit Nobel Defense ügyvezető igazgatója és maródgás párvédelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos ma Kiskunfélegyházán, a HM Arzenál ZRT fegyverüzemben. A megállapodás szerint egyebek mellett a gyárban egy új generációs páncélököl és reaktív páncélzat gyártására is sor kerül. Vegyes vállalat alapításáról írt alá szándéknyilatkozatot ma a Kiskunfélegyházi Arzenál ZRT fegyverüzemben Mikhail Humbek, a Dinamit Nobel Defense ügyvezető igazgatója és Marót Gáspár védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos. Az első két évben a különböző harcjárművek védettségét növelő reaktív páncélzatok gyártása valósul meg, ezzel párhuzamosan pedig fokozatosan elkezdődött a váról indítható páncéltörő fegyverek alkatrészgyártása is második lépésben, amiért a mai nap összejöttünk, pedig elindítsuk a, gyárnak a magyarországi a vállalat, a német vállalatnak a Magyarországra települését. Ez azt jelenti, hogy bizonyos termékeit, amiket itt lehet a hánta mögött látni, bizonyos termékeinek a gyártását és a fejlesztését is Magyarországra hozza a vállalat. Együttműködésben német és magyar mérnökök fogják továbbfejleszteni a gyártandó eszközök között nem csak hadipari termékek, hanem például tűzoltó berendezések is szerepelnek. Michael Humbek az eseményen elmondta, ok van annak, hogy Magyarországot azon belül is kiskunfélegyházát választották. We found egy nagyon befogadó és támogató politikai és gazdasági környezetre lehetünk itt Magyarországon. Nagyon gyorsan meg tudtunk állapodni a részletekben a tárgyalás 19 hónapja alatt. Örömünkre szolgált az is, hogy a német fél részéről is megkaptuk az engedélyeket a technológiai áttelepítésre. A felek várakozása szerint a megállapodásnak köszönhetően nem csupán a hazai hadiipar fejlődik majd, hanem a Magyarországon készülő eszközök jelentős export érdeklődésre tartanak számot. Csupán 2020. december 31-éig jelentkezhetnek hagyományos ok és képzésre azok, akik szakmát szeretnének szerezni, mégsem növekedett meg rohamosan a jelentkezők száma kecskeméten. Ennek egyik oka, hogy bár formailag valóban változik a rendszer, a képzések továbbra is államilag elismert végzettséget adnak, melyeket más európai országokban is elfogadnak majd a munkaadók. Egyik fő változás, hogy a tanulható szakmák száma 174-re csökken, de a képzések ezután is duális rendszerben működnek, időtartamuk pedig változatlan. Az új tanfolyamok már szélesebb körű képzettséget adnak majd, így az is jó jár, aki kivár. A Magyar Állam továbbra is két szakmát finanszíroz iskolarendszerű képzésben, melyeknek hossza két év. A szakmákat nappali és esti tanrendben is elsajátíthatják az érdeklődők. A második szakma esetén az előismeretek beszámítása akár rövidebb képzési időt is jelenthet. A Kecskeméti Szakképzési Centrum folyamatosan várja a jelentkezőket. Kifejezetten keresettek jelenleg az egészségügyi képzések, illetve a villanyszerelő, a szoftverfejlesztő és a pénzügyi szakmák. Áthajtott a szemközti forgalmi sávba, majd letért az útról, és kidöntötte egy ház kerítését egy itt a sofőr szombaton kecskemét külterületén. A rendőrök már lezárták az ügyet, és javaslatot tettek a gyanúsított bíróság elé állítására. A képeken is jól látható, hogyan szakította át egy ház kerítését Kecskemét külterületén egy ittas sofőr szombaton. Információink szerint a 441-es számú főúton közlekedett Kecskemét felől körös irányába, október 10-én egy 31 éves férfi személygépkocsival. A helyszíni szemle adatai szerint a sofőr nem az útvonal vezetésének megfelelően közlekedett. Áttérte szemközti forgalmi sávba, majd letért az útról és kidöntötte egy ház kerítését. A történtek utáni járművezető vissza akart hajtani az úttestre, azonban a házudvarát elhagyva a járdán megállt. A baleset során személyi sérülés nem történt. A helyszíni ittasság ellenőrzés során pozitív értekeket mutattak a tesztek, így a rendőrség járművezetés ittas állapotban védséggyanójával őrizetbe vették a sofőrt. A gyanúsított kihallgatása során elismerte, és szeszesített fogyasztott vezetés előtt a közlekedési rendészeti osztály munkatársai a kecskeméti férfival szemben indult nyomozást, Még az őrizet időtartama alatt befejezték és javaslatot tettek bíróság elé állítására. Hárman is megsérültek, amikor egy személyautó és kisteherautó ütközött össze az esőben az M5-ös autópályán Kiskunfélegyháza határában. Szeged felé tartott a BMW, amikor hátulról fékezés nélkül belehajtott egy kisteherautó. A nagy erejű ütközéstől a BMW az árokba csapódott, a kisteherautó pedig felborult a strádán. A balesetben a gépkocsiban utazó két nő és a kis tereautó vezetője sérült meg, három gülföldi szemét a mentők kórházba szállították. A helyszínen félpályás útzár volt érvényben, csak a belső sávban haladhatott a forgalom. A karambol körülményeit a rendőrség vizsgálja. Uri Gábor Balázs Béla Díjas mozgókép és képzőművész abstrakt trillere a Dűne című alkotás szerepel az Alexand Rauner Art Film Fesztiválon. A filmünnep ma vette kezdetét szolnokon és egészen 18-áig tart. Kiállítás megnyitóval vette kezdetét az Alexand Rauner Art Film Fesztivál szolnokon ma délután. Homolya Gábor izgalmas tárlata tökéletesen illeszkedik a filmünnephez valahogy ez a kultúra, a film és az irodalom kapcsán, de azokat a műveimet hoztam, amik így kapcsolódnak, tehát ez a művészeti fesztiválhoz. A hatnapos fesztiválon európai játékfilmeket, képzőművészeti témájú filmeket, animációs alkotásokat és diákfilmeket láthat a közönség. A filmünnep egyik kuriózuma, hogy a látványtervezőket is díjazzák. A fesztivál célja, hogy a művészeti és a tudományos élet egy fóruma legyen, olyan nemzetközi filmes esemény, ahol a filmes érdeklődők találkozhatnak, eszmét cserélhetnek, és esetleg bővíthetik a tudásukat azon képzőhelyek diákjai és tanárai, akik hozzánk kell látogatnak. Idén 3100 nevezés érkezett a fesztiválra, ebből 114 alkotást válogattak be a versenyprogramba, köztük a Kecskeméti Úrri Kábor Balázs Béla díjas mozgókép és képzőművész híres abstrakt trillerét, a Dűne című alkotást is. Talán itt nem is a, a rém történet jellegen van a hangsúly, hanem inkább a kísérleti jellegen. Ez mindenféleképpen egy szubkultúrának szól, ez a kis munka, de a magyar fesztiválokat nézve talán nem is találhatnánk alkalmasabb közeget ennél a Szolnoki Fesztiválnak ennek a munkának a bemutatására. Sőt, ha belegondolok, ez a magyarországi premierje. Az október 18-ig tartó rendezvényen a filmvetítések mellett mesterkurzusok, közönségtalálkozók és koncertek bőséges kínálata várja a vendégeket. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit, még egyszer röviden. Az a programról és a novemberi közgyűlésen napirendre kerülő közlekedési témákról beszélt a dr. Homoki Tamás alpolgármester a Kecskeméti Televízió stúdiójában. Többet is gyakrabban járőröznek a Kecskeméti Városrendészet munkatársai a rendőrfaluban és a szelei faluban, mivel megnőtt a bűncselekmények száma. Új generációs és reaktív páncélzat hazai gyártása valósul meg a magyar hadipar és a Dynamite Mobile Defense együttműködésében Kiskun házán. Áthajtott a szemközti forgalmi sávon, majd letért az útról és kidöntötte egy ház kerítését is egy itt a sofőr szombaton Kecskemét külterületén. A rendőrök már lezárták az ügyet és javaslatot tettek a gyanúsított bíróság eljállítására. Önök a hírös híreket a Kecskeméti Televízió híradóját látták. Hamarosan folytatjuk műsorunkat a kiemelővel, amelyben vendégünk dr. Homoki Tamás alpolgármester. Kecskemét közlekedése jelentős változásokon ment keresztül az elmúlt években, de a fejlődés nem áll meg. A legaktuálisabb kérdésekről Kozák Polet beszélgetett az alpolgármesterrel. Ezt követően bemutatjuk, milyen élményekkel tért haza a nemzeti vágtáról Kordik Fanni, aki először vett részt a megmérettetésen. Olvassák és nézzék hírportálunkat a cím híros.hu. A híros híreket 20 óra 50 perckor, 22 óra 30 perckor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és 9 órakor ismételjük meg. A kecskeméti tv.hu beoldalon pedig bármikor ismét megtekinthetik. Kedves nézőink, friss hírekkel, információkkal, szokás szerint holnap este 7 órakor várjuk Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szerdán már csak éjszakon kell csapadékra, záporokra, zivatarokra számítani főként, délebre felszakadozik a felhőzet. Élénk erős lesz a délnyugati szél, hajnalban 07 napközben 8 és 17 fok várható. Csütörtökön azonban ismét megjönnek a felhők, napközben délnyugat felől egyre több felé számíthatunk újabb esőre, záporra. Csak helyenként lehet élénk a szél, 10 és 20 fok között alakul a csúcshőmérséklet, nyugaton lesz hűvösebb, délkeleten pedig melegebb. Pénteken északon északkeleten lehet eső zápor, de már szakadozottabb lesz a felhőzet, a nyugati észak-nyugati szél több felé feltámad. Délután 11-18 fok valószínű, szombaton 9-14 fokra a Dunántúlon szeles időre számíthatunk, térségünkben azonban csak elszórtan lesz záporzivatar.